Kedves nézőink, most Havasfalvi Lajossal láthatnak egy stúdió beszélgetést az Ajka Kristály esze helyzetéről. Kérem, tekintsék meg! Kedves nézőink, vendégünk a stúdióban Havasfalvi Lajos elnök úr, az Ajka Kristály esze elnöke. Jó estét, szervusz! Jó estét, üdvözlöm! Elég izgalmas évnek néztek elébe, viszonylag nagy változások történtek az Egyesület életében. Mik voltak ezek a tavalyi évben? Hát megszépült az objektumunk, a maga létesítmény, a TAO és a nem kevésbé az önkormányzat támogatásával sikerült olyan fejlesztéseket végrehajtanunk, ami az Egyesület történetében példanélküli, leszigetelni magát az egész létesítményt, korszerűsíteni a fűtést, a világítást még jobb állapotba hozni. Pályázat útján nyertünk egy eredményjelzőt, aminek reméljük a tavaszi szezonra már felkerül a helyére, és a létszáma pedig, hát bővültek a szakosztályok, versenyszakosztályal, az aerobik szakosztály csatlakozott hozzánk, ami hát azt gondolom, hogy egy olyan együttműködésre példa, hogy mi úgy gondoltuk, hogy segítenünk kell rajtuk, mert nehézségeik voltak, ugye ők korábban egy budapesti egyesülethez tartoztak, csak hát ott hátrányt szenvedtek, de hát ez egy korábbi történet, és mikor ők jelentkeztek, mi hát jó szíve fogadtuk őket, és így lehetőségük van most már országos versenyeken is részt venniük. Ez akkor elég összetett feladat lesz, ha egy kicsit szétválasztanánk, vége a beruházásoknak, vagy még azért lesz ott folyamatban, illetve vannak terveitek, pályázatok, mire kell, hogy számítsunk? Igen, szeretnénk még bővíteni a dédelgetett tervünk a jövőt illetően, hogy egy szintet húzni még az épületre, tehát és ezáltal olyan plusz helységeket létrehozni az épület fölött, klubhelység, meg ezáltal megoldani a régi problémát, a tekézőknek a mennyezetét egy olyan jó szigetelt megoldásra segíteni rajtuk, hogy a bázások egyáltalán megszűnjenek, mert sajnos ilyenek voltak már. Hát ez az épület korából adódik gyakorlatilag, úgyhogy igényli is ezt. Az aerobikra térjünk egy kicsit rá. Hány fővel bővült így az egyesületi tagságotok, illetve nagyságrendileg mondhatjuk azt, hogy ez egy másfeles szorzó, vagy egy kettes szorzó? Sokkal több lesz ezzel a munkátok, nem? Az az igazság, hogy létszámilag ez egy olyan 100-120 főtől áll fel, ugye nyilván ez egy ilyen fiatal korosztály, főleg hát sőt kimondottan lányokról van szó. Szerencsék olyan szempontból, hogy ők, mint az edző, a Márti és a férje, gyakorlatilag ők ezt abszolút menedzselik, szinte nekünk ezzel különösen tennivalónk nincsen. Csak büszkének lenni az eredményeikre. Igen, igen, igen. Ez a kellemes része. Igen, és egyébként itt is szeretném felhívni a későbbiek azoknak a figyelmét, akik az aerobik sportot megkedvelték, hogy jelentkezzenek, van rá lehetőség, nagyon komoly edzés munkát tudnak ott elvégezni, és sikeresek is tudnak lenni. Illetve hát rengeteg turnéverseny és vidéki utazás jár ezzel, nyilván tapssal, élményekkel. Mondjuk el szerintem akkor azt, hogy hol vannak az edzések, és mikor kereshetik fel őket azok, akiknek kedvet csináltunk. A civil házban zajlanak az edzéseknek a dandárjai, de ugyanaz kihelyezetten az iskolákba is, a négyes iskolába is történnek edzések. Az edzéseknek az időpontját a civil házba ki van függesztve, bárki megnézheti. Jó, rátok találnak ezek szerint, igen, viszonylag igen, könnyen. Igen. Van még két sport, amiről mindenképpen beszélnünk kell a Kristály esze kapcsán, ez az egyik a teke. NB1-ben listavezetők vagytok, óhatatlan a kérdés, hogy cél-e a Szuperligába való feljutás? Igen, mindenféleképpen ez fogalmazódott meg a bajnokság kezdetén már, hogy a Szuperligába való feljutás, ugye ennek egy gondja van a bajnokság megnyerése, és ennek szellemében is kezdődött a munka, gyakorlatilag a hetedik fordulóig töretlenül, veretlenül vitte a csapatot, egy kicsit botladozott, de most is listavezető, úgyhogy a szezon végére megtartotta a helyét, sőt, most már megkezdődött a múlt héten a bajnokság, és idegenben egy szép győzelmet arattak, úgyhogy tartják helyüket. Történt-e változás a keretben, vagy ugyanazok folytatják tavasztól, akik ősszel befejezték? Ugyanazok folytatják, tehát egy masszív gárda ez, és hát bízunk is bennük, hogy ezt a pozíciót megtartva visszajutnak a Szuperligába.
elegendő-e a hely? Ugye itt mindenki bővül, mindenki kap valamit, mindenhol felújítás történik. Nyilván, ha a tekepályának a födémje megoldódik, elég ez a négy pálya. Tehát az utánpótlásotok létszáma is jelentősen emelkedik, a versenyzők felkészülését azért nehéz, gondolom, ezzel egyeztetni. Elég nagy vonalú tervek vannak itt gyakorlatilag szinte minden sportág részéről. Felmerült-e bennetek ez esetleg, hogy bővítetek, nagyítatok valamit a pályán, vagy ez nagyon távoli álom? Most az a probléma, és nagyon jó kérdés, örülök neki, hogy ezt felvetettem, ugyanis a pálya ugye két éve panelos pálya lett felújítva. Így van. Mivel ennek szükségszerűsége is volt, mert az NB1-ben már enélkül nem lehetett volna versenyezni, ez megoldódott. Nagyon szép lett a pálya, aki kint volt, azt láthatja. De sajnos nem fér bele költségvetésbe az elektronikájának a kicserélése, ami sajnos óhatatlanul aktuális, és sőt, nagyon-nagyon fontos, égetően fontos, most már jutottunk odáig. És hát bízunk ebben, hogy ebben kapunk támogatást, és akár ebben az évben is nagyon jó lenne, mert hát komoly problémák, műszaki problémák voltak. Az talán még az épülettel egyidős, az pedig több tíz év. Így van, pontosan így van. És azért én úgy gondolom, hogy meg is érdemelné ez a csapat, hogy ez a probléma megoldódjon, de hát mint minden financiális probléma ez. Így van, ez nem egyszerű. Térjünk át a másik viszonylag látványos sportotokra, a labdarúgásra. Ott is elég sikeresen szerepeltek. Én azt gondolom, talán a dobogó is belefér, sőt meglepetésként akár a legmagasabb foka is. Az az igazság, hogy a tavaszi szezonban volt egy olyan periódusunk, hogy valóban kecsegtetett bennünket a dobogó, de hát elfogytak az emberek, a játékosok, sok sérülés volt, és meg külföldre ment dolgozni az egyik nagyon meghatározó játékosunk, mondhatjuk azt, és hát ez meg pekese, két mérkőzés volt tulajdonképpen, itt a tapolcai mérkőzést azért azt mindenféleképpen megemlíteném, ami én már 7 éve vagyok az egyesületnek az elnöke, ugye én is hát valamikor labdarúgás üztem, és példanélkülinek tartom ezt, hogy egy olyan esemény sportszerűtlenség kapcsán vesztettünk el a két pontot, egy már megnyert mérkőzésen. Az utolsó pillanatokban ezt el kell, hogy mondjam, hogy történt egy szabály, a játékvezető megállította a játékot. Most ugye ez úgy folytatódik, hogy játékvezetői labdával, de ennek van egy kialakult forgatókönyve, hogy feldobja, és akkor az ellenfél visszaadja a labdát. Így van. Na most ez nem így történt, hanem berúgták a kapunkba, és ezzel egyenlítettet a polca, és elvitték, gyakorlatilag elvesztettünk két pontot. Igen, ez elég nagy felháborodást váltott ki annak idején, illetve az utóbbi időben talán egy kicsit több ilyen esemény is volt a ti házatok táján, úgy tűnik nem akar vége szakadni ennek a sorozatnak. Igen, és utána volt még valóban egy ugodi elleni mérkőzés, ami hát elég tisztázatlan körülmények között egyenlet, illetve az ugod a hosszabbításban, ami hát, szóval ugye ilyenkor mindig azt mondja, hogy elfogultak vagyunk. Én próbálok hidegfejjel, mert én helyzetőből adódóan is nekem muszáj ezt azért hidegfejjel próbálni nézni ezeket a dolgokat, és valóban hát egy elég kétes dolog történt ott is, kéz, les, szóval minden fura módon, de sajnos rendetlen lett. Térjünk át egy kicsit kedvesebb történetekre, nézzünk a jövőbe. Ugye tekések idegenben voltak, ki érkezik hozzánk vendégnek, vagy megint idegenbe megyünk? A sorsolásnak a folyamán olyan helyzet alakult ki, hogy a második mérkőzés is idegenbe kell megvívniuk, Zalaszendrótra mennek. Úgy gondolom, hogy nem okozhat problémát. Ugye én azt gondolom, hogy egy egészséges önbizalomnak meg kell lenni, és ez meg is van a csapatnál, és nem hinném, hogy probléma lenne. Jól lehet, mindenki az elsőt akarja megvárni, szóval ez mindenhol sportban így van. Voltatok már ilyen helyzetben. Igen. De én bízom a fiúkba, hogy hozzák ezt a futball? Most zajlik javában már ez a téli kupa, itt az FC Műfüves pályáján,
ugye 6 csapat vesz részt benne, ennek az most már úgy néz ki, hogy hagyomány lett belőle, ami nagyon jó dolog, mert egyrészt megkíméli a pályákat, másrészt meg olyan körülmények között tudnak felkészülni a csapatok, hogy tényleg ideális, mondhatjuk azt, hogy ideális. Hát itt 6 csapat vesz részt benne, az FC Ajkának az U21-esei, a környékbeli csapatok Magyar Polány, Apáca-Torna, Kolontár és a Kristály gyakorlatilag. Két forduló volt, hát sok ifistát szerepeltetünk, ugye, próbálkozunk új játékosokkal is, beépíteni. Hát itt egy győzelem és egy döntetlen volt eddig a két eredményünk. Akkor nem lehet okotok panaszra? Nem. Úgy néz ki, hogy meg tudtuk tartani azokat a játékosokat, akik úgy meghatározónak gondoltuk, ez már nagyon jó dolog, mert azért azt tudni kell, hogy ez egy amatőr bajnokság, mi egy nagyon kis költségvetési csapat vagyunk, még azt mondhatjuk ezzel a megyei bajnokságban is, és itt bizony, hát nem publikus, de azért, amit elárulok, hogy ugye liga értekezett rendszeresen volt Veszprémben, és ott azért elkapott szavakból lehet következtetni, hogy bizony ebben az osztályban is, hát van olyan hely, ahol bizony százák repkednek játékosokért, és mi ebben azért annyira nem tudunk versenyezni, úgyhogy nekünk ez mindenféleképpen öröm, hogy sikerült azt a 3-4 olyan játékos megtartanunk, aki ebben az osztályban bizony meghatározó, és bármelyik csapatban el kéne. Sőt, úgy néz ki, hogy sikerül erősítenünk is, és ez bízunk a jövőben ilyen megoldásban. Neveket már esetleg lehet mondani, vagy még folynak a tárgyalások, és inkább titokzatos maradsz? Hát aki konkrét dolog most már aláért nekünk, a Hauser Tibor, őt Demeterből sikerül visszaigazolnunk, ott úgy néz ki, hogy talán nem kapott annyi lehetőséget. Mi nagyon örülünk neki, mert korábban ő itt játszott nálunk, és ő meg voltunk vele elégedve. Jó lehet, hogy a testvére is úgy néz ki, érdeklődne, ő is visszajönne hozzánk, és van egy csatár, Majer Dávid, ő korábban valamikor játszott az FC Ajkába is, és ő mindenféleképpen a támadásokat tudná segíteni, konkrétan a góllövésre számítunk rá, mert egy kicsit azzal voltak problémáink, mert egy elég masszív védekezésünk volt az egész őszi szezonban, hadilában álltunk a góllövéssel, bizony nagyon hadilában álltunk. Én akkor bizakodva tekintek a jövőbe veled együtt, sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél. Én nagyon örülök neki, hogy megvolt ez a lehetőség, mert néha olyan érzésük van, hogy egy picit mostanák vagyunk ebben a városban, tehát mindig bízunk benne, hogy majd megváltozik. Az a szerencsés helyzetünk talán ezért is próbál a polgármester úr egy kicsit a sportváros névvel is erősíteni. Túl sok sportunk van, van, aki ennek a jobb részét látja, van, aki kevésbé, mi ezen igyekszünk egalizálni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, elnök úr. Nagyon szívesen, köszönjük szépen is.